A Művészeti Szakgimnázium tehetségeinek előadásában hallhatta a közönség Monteverdi egyik szerzeményét. Az idén 30 éves Kállai gyűjtemény két kiállítással nyitotta meg a több hónapon át tartó ünnepség sorozatát. Alapítunkra emlékezve címmel Kállai Kristóf hagyatékából láthatnak például kitüntetéseket a történelem szerelmesei. Ezzel is szeretnék növelni a már most rekordot döntő látogatószámot. Mi tavaly évet nagyon jól zártunk, mint látogatottsági létszámban, mint pedig bevételben, de én azt mondom, hogy ez az évünk nagyon jól sikerült, már a kezdetek, hisz az elmúlt két hónapban közel 2400 látogatónk volt, ami eddig még nem volt, hogy mondjam, jellemző, úgyhogy nagyon-nagyon próbálunk odafigyelni, minden kiállításra múzeumpedagógiát szervezünk, a múlt hónapi festménykiállításunkra 42 múzeumpedagógiai csoport foglalkozást tartottunk, úgyhogy én azt mondom, hogy kis létszámmal dolgozunk, de nagyon aktív. Van hatékonyan, és ezt szeretnénk a teljes évre ezt kivetíteni. A következő 6 hónapban olyan kiállításokkal készül a múzeum, aminek darabjait korábban nem láthatta a közönség. Ilyen például a volt jogtörténész Kállai István anyaga, amelyet tartós letétbe kapott meg a gyűjtemény. De más családi relikviákból is lesz kamara kiállítás, hogy méltóképpen mutassák be a Kállai család történelmi jelentőségét. A Kállai család sokat adott Nyíregyházának és a megyének, és sokat kapott. Kállai Rudolf, Kállai Miklós, Kállai Kristóf szerették Nyíregyházát. Igazi lokálpatrióták voltak. Szerették a megyét, ahonnan elindultak. Páratlan, nehéz életutat tud magáénak Kállai Kristóf, az alapító, de ugyanígy az édesapja Kállai Miklós is, hiszen ahogy hallottuk, polgármester úrtól először Szabolcsi főispán volt, majd 1930-tól bekapcsolódott Kállai Miklós az országos politikába, majd miniszteri tárcát, majd miniszterelnöki tárcát vállalt 42-44 között, mert megbízható embernek tartották, és a háborúval való kivezetését akarta elérni az országnak. Ez egy tipikusan magyar szabja, szabadságharci játéka, a 1837 mintájú szabja. Ennek az azért tudjuk, hogy ez magyar szabja, mert az osztrák oldalon kötötték magukat a szabályzathoz, tehát abban szabványpenge volt. Viszont a magyar tiszteknél már sokkal elnézőbbek voltak, és a magyar tiszt meg azt mondta, hogy köszöni szépen ezeket a kis vékony pengéket, és szeretne olyan pengét beletenni, hogy a hodasulint, akkor az ott eredménye is van. Itt pedig már Kulcsár Róbert mesél azokról a kardokról, amelyek a magángyűjteményéből kerültek kis időre a Kállai gyűjteménybe. Fényesebb a láncnál a kard címmel nyílt ezekből az 1848-49-es relikviákból kiállítás. 48-49-es szabadságharc, ez egy nagyon fontos része a történelmünknek. Én úgy gondolom, hogy az itt jelenlevő tárgyakkal igyekeztem bemutatni azt a korszakot, illetve az arra korszakra jellemző tárgyi emlékeket, amelyek nem csak a honvédség részéről fontosak, hanem a hétköznapi emberektől is jöttek tárgyak. A kiállítás április 10-éig látható, még a Kállai Kristóf hagyatékából összeállított tárlat április 13-áig marad a Kállai gyűjteményben.